Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Gusztor András vagyok, az Objektív szerkesztője. Vendégünk ma is Losonc Alpár akadémikus, akivel a nap szellemének megfelelően május 1-jéről fogunk beszélgetni. Egy olyan ünnepről, amelyről ha hiszik, ha nem, a világ több mint 160 országában tartják ugyanezt, mint mi, tehát ünnep van. Az alapvető jellemző szerint a munkások által elért gazdasági és szociális vívmányok emlékére. Melyek ezek a gazdasági és szociális vívmányok, amiket még ma is május 1-jeként ünneplünk? Kétségtelen bizonyos jogok, bizonyos lehetőségek, akár az ünnepre vonatkozó jog. Hát persze ez egy hatalmas ív, amelyet ez az egész probléma.